Velem szemben pedig egy példaértékű anyuka, egy kiváló színésznő, Széles Zita. Szia Zita, jó estét! Azon szerencsés nyíregyházi vagyok, aki ugye téged nem csak a színpadon látlak, hanem az iskolában is, mert ugye ugyanabba az iskolába hordjuk a gyermekeinket, és én még emlékszem arra, amikor várandós voltál, és utána pedig tényleg már mint nyíregyházi anyukát láttak sokan, ahogy ti is, mint minden ugye, újszülött szülő pár toltátok a gyermeketeket. Lehet készülni erre a szerepre színésznőként? Hogy színésznőként nem hiszem, hogy más. Igazából semmi különbség. Tulajdonképpen én biztosan tudtam ifjúkoromban, hogy én a kettőt egyszerre szeretném, hogy színésznő szeretnék lenni, és szeretnék anya is lenni, mindenképp szeretnék, hogy legyen gyerekem. És talán annyi, hogy néha nehéz összeegyeztetni. Tehát azok az esti órák, amikor az ember játszik, akkor azok nem, hogyha a párom is játszik, akkor azok nagyon, főleg mikor még kisebb volt, akkor azok nehéz szakítások voltak. Azért az nehéz volt otthagyni, de inkább nekem. Tehát ő nagyon-nagyon ügyesen viselt mindent, anyukám sokat segített, mikor még kisebb volt a Csenge. És tulajdonképpen ő nagyon ügyesen viselt mindent, engem viselt meg, hogy nem lehetek vele feltétlenül, amikor elalszik. És de nagyon, például eleinte nagyon rugalmas volt a színház az ügyben, hogy egészen hosszan voltak türelmesek velem, hogy én vajon mikor akarok visszamenni dolgozni. Ez mennyi idő volt pontosan, ameddig tényleg teljes egészében kielvezheted, már amennyiben ugye azokat a kezdeti időszakokat az ember sokszor ugye nem élvez, hanem valahogy megtanulja, és hát inkább az álmatlanságról szól, mint a fene nagy boldogságról, de hát aztán az idővel azért úgy megszépülnek ezek a pillanatok is, és tényleg általában csak a szépre emlékezünk. Szóval meddig voltál otthon? Tulajdonképpen két részletben tértem én vissza a színházhoz, tehát nagyon jó feje volt tényleg a színház, hogy mikor már mondtam, hogy picit már hiányzik a színház, az tulajdonképpen egy év után volt, és akkor tulajdonképpen úgy raktak be engem egy előadásba, hogy egy ilyen egy teljes évet otthon voltam, és aztán elkezdtem egy kicsit próbálni, és tulajdonképpen a évad végén, de a bemutató a következő évad elején volt, és így tulajdonképpen visszamentem egy év után, de próbáltam két hetet talán, és utána jött egy nyári szünet, és utána akkor folytattam a következő évad kezdéskor, és azt követő bemutató után megint kimaradt néhány hónap szerintem. Tehát igazából tényleg nagyon figyeltek arra, hogy én még úgy érzem, hogy még jó lenne már dolgozni, de még nem tudok még fejest ugrani, csak ugyan óvatosan. És tényleg úgy alkalmazkodtak a próbákhoz, én akkor kértem, hogy ha lehetséges, hogy hazafussak elaltatni a gyerkőcöt, aztán visszajövök, tehát tényleg mindenben nagyon alkalmazkodók voltak, és nagyon segítőkészek, és akkor nekem ez ilyen szerencsésen alakult, ez nekem jól sikerült. Ugye említetted azt, hogy készültél, illetve tudtad azt, hogy színésznő és anyuka is szeretnél lenni, és akkor volt valamilyen elképzelésed, hogy ha igen, akkor te milyen anyuka leszel? Szigorú, megengedő, mi az, ami számodra az anyasságban mondjuk evidencia volt, és azt sikerült-e mondjuk tartanod? Nem tudom, hogy voltak-e ilyen, nem hiszem, hogy ilyesmi elhatározásaim lettek volna. Én nagyon, nagyon fontosnak tartottam azt, vagy nem is tudom, talán azt fontosnak tartottam, és tartom most is, hogy igazán jó anyuka szerintem akkor lehet az ember, hogyha az ember önmagával rendben van, és ez összefügg azzal is, hogy az ember mikor megy visszadolgozni. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy anyuka boldog, akkor a gyerek boldog. Én valahogy saját gyerekkoromból is így emlékszem vissza az én anyukámra, hogy ez nagyon meghatározó, hogy tulajdonképpen egy gyerek szerintem bármihez alkalmazkodik, hogyha anya boldog, anya szereti, és akkor kiegyensúlyozott gyerkőccé válik, és szerintem minden rendben tud működni. Úgyhogy nekem ez volt talán a fontos, hogy ebből a szempontból semmit se hazudjak önmagamnak, ne hazudjam azt, hogy egy igazi jó anya otthon marad éveket, nem tudom. Tehát nem akartam semmilyen fajta hazugságban ringatni saját magamat, hanem azt szerettem volna, hogy mindig mindent elmondtam a Csengének is, mindig elmondtam, hogy
most már kell egy kicsit dolgoznom, hiányzik, de nagyon, mikor ott vagyok, akkor nagyon hiányzol, és futok hozzád haza, és sietek, és hogyha megvárt, akkor annak örültem, hogyha arra kértem, hogy most aludjon, mert későn jövök, akkor szót fogadott. Tehát mind igazság szerint én azt hiszem, hogy ez nagyon szerencsésen jól is alakult tényleg igazán. Hogy alakul az anyák napja, vagy hogy szokott lenni az anyák napja nálatok? Hát nem is tudom. Biztos, az én kislányom nagyon szeret kézműveskedni például, és mindig kapok valami nagyon szép meglepetést, amit ő hosszan már van, hogy egy héttel előtte, és akkor mikor tudom, hogyha ilyen nagy ugrások vannak a szobán belül, egyik helyről a másikra ugrik, akkor valamit elrejtett. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most is készül nekem valami szép meglepetés. Zita, az anyaságról beszéltünk, de hát színésznő is vagy, most miben láthatunk téged a Móricz Zsigmond Színházban? Most én egy meselőadásról jöttem, és most a Hamupipőkében játszom meselőadásban, illetve még ebben az évadban tulajdonképpen már csak az Oscarban lehet engem látni, ami a Kamara színpadon megy. Most nekem újabb bemutatóm már nem lesz, úgyhogy most ez van még ebben az évadban. Hát köszönöm szépen, sok sikert! Én is köszönöm!